Szervusztok, srácok, ez már itt a 25. Tears of the Kingdom-os adás, ahol a fő küldetéssel haladunk tovább, mert hát ismét belebotlottam, srácok, egy ilyen küldetésbe. Elképesztő, hogy nem nyugszik a játék, és nem hagy sajnozni, fő küldetéseket kell csinálnunk. Hihetetlen. A legutóbbi adásban sikerült bővítenünk a fegyver, illetve shield, valamint így slotokat, úgyhogy most már ennyi, tehát 4 helyett 8 íjunk lehet, a shieldből is azt hiszem 4 volt, és most már abból is 8 lehet, kardból pedig, mármint egy fegyverekből pedig 5-tel többet tudok magammal hordani. Úgyhogy jelenleg itt állunk, lent most, ahol vagyunk, ott meleg van. Ott meleg van és forróság van. Itt vagyunk és itt fogjuk csinálni a tűztemplomos feladatokat, amit még nem tudjuk, hogy micsoda, de úgy néz ki, hogy a segítőnk, ő ott, ő piros kavicsokat tud törni. Bizony. Nagyon hangulatos ez a grafika. Lehet nekem is be kéne szerezni a Spider-Man után? Hát figyelj, ha ebben a játékba belekezdesz, ez jó pár óra kikapcsolódás. Bőven jó pár óra. Szóval ilyeneket tudunk csinálni. Tüzes robbanások. Na nézzük, azt mondja, hogy van nekünk itt egy ilyenünk, hogy Adventure Log. Yunobo of Goron City. Titokzatos hang, masszív struktúra, látunk Zeldát, és itt ment be. Kalecska pedig éppen szenved, hogy hogy menjen be a planok alá. Lehet, hogy segítenem kéne rajta, mert ő egy szerencsétlen macska. Néz rám, és közben máózik. Mondja, hogy máó, hogy a fenébe lehet bemenni? Na jól van. Azt mondja, hogy van nekünk itt egy térkép. Aha. Hát annyit látok, hogy itt használni kell a csilléket. Akik ugye nem csillák. Kíváncsi vagyok majd, srácok, hogy itt mi lesz a feladat. Mire kell majd odafigyelni. Hé, alutasak nyitó, foglalkozz velem! Én úgy látom, ott egy csillagkapu. Azt mondta nekünk a csávó, hogy this is the way. Na, 10 nyilvessző. Rusty shield. Nyilván nem véletlenül van itt egy ilyen. Link, gyere ide felé. Ott van. Úristen. Step, Zelda hercegnő beragadt belőle. Siessünk, mentsük meg őt. De hogyan lehetne oda bejutni? Csak meg kell érinteni a csillagkaput.
Ez azt jelenti, hogy itt lesz egy checkpointunk most, és ide tudunk majd visszajönni. Láttad ezt? A kapu megmozdult egy kicsit. Most megint halljuk. Hallod már megint? Biztos Zelda beszél hozzánk. Nem, ez nem Zelda. Vagy hangtorzítóval. You have the power to unlock them all. Do so, then the gate should open. Na, oda kell menni, ott lehet kinyitni a zárakat. Hangosan és tisztán hallotta, de ki lehet ez? Young Little Rock. Persze, ha kinyitjuk az árat, mi baj lehet? Persze. Szerintem semmi baj nem lesz, ha az árakat nyitunk. Tehát, hogyha ezt itt megtacsitacsizom, igazából nem lesz semmi. Hát, hogy ez így... Ja, ez így megint nem nyílik. Oké. Okay. Na, akkor meg kell néznünk a térképen, hogy hova lehet menni. Ja. Szóval, az első, ami közel van, az talán amúgy minket arra vezet. Na, csak be kell menjünk oda. Let's go! Hát ez nem nyílt ki, srácok. Nem jó. Hogy lehetne oda bejutni? El lehetne még menni másik irányba is. Meg úgy aszkendálhatunk is. Nem? Nem azt kellenhatunk? Pedig az volt az ötlet. Mondjuk, itt tudunk olyat csinálni. Hú, hát nem mentünk messzire. Mondjuk ez tetszik, mert itt egy láda. Tíz nyílvessző. A nyílvessző fontos. Hát itt valószínűleg itt csillével kéne mennem. Jó, hát akkor menjünk a másik irányba. Hú, ott már rögtön van egy enemy. Na, gyere, haver! Hol van fiatal szikla haver? Jó, itt van. Na, gyere! Na, gyere, még egyszer! Úgy tessék! Wow! Szóval itt egy locsoló, és lehet, hogy locsolóra lesz szükségünk.
Na tessék, megoldottuk. Csak a locsoló kellett. Van itt egy csillénk. Akkor a nyílvessző már sejtem, hogy mihez kell, ahhoz, hogy itt kapcsolgassuk, hogy merre menjünk. Akkor mégsem ahhoz kell. Aha, és itt is van valami. Meg ahogy látom, ha itt tovább rakjuk, ez mit csinál? Ó, kinyitja. Nice. Mondjuk, nem tudom, mi értelme van ezt ide tenni. Tűha, gyere csak. Kidugta. Lúg. Jó. Mighty Construct Bow. Hú, aztán beleküldtem a lávába. Vajon kell csinálni neki utat? Hát mindjárt megnézzük. Simán lehet, hogy csak utat kell csinálni. Először ütünk rajta egyet. Hadd fröcsköljön. Ne! Még működik? Még működik? Jó. Úgy néz ki, hogy hőálló. Egyet. Na most megnézzük, hogy működik ám. Gyere csak. Nézzek, és arrébb megy. Aha, ez nem lesz jó. Semmi gond, srácok. Szépen összekötjük. Hármas elég vajon? Na gyere, let's go. Ott is van. Locsoló. Aztat nézed, Link. Úgy néz ki, mint egy gongos. Szerintem te kell lesz hozzá, fiatal szilla. Ez, amit most nyitottunk, ez mindenféleképpen az elsőt nyitja, vagy akár a második, vagy akár a harmadik is lehet. Tehát, hogy igazából csak azt mutatja, hogy hány van nyitva, és nem azt, hogy a hanyadik van nyitva, ugye?
Hát igen, ezt sejtettem, hogy el fog innen tűnni. Csináljunk egy ilyet, nem ilyet, hanem egy ilyet, hogy ezt itt megfogom, és rárakom az elejére, hadd locsoljon. Wow, ott nyomják az enemik. Ez vicces. Én ide akartam jönni? Wow! Fellöpték. Na gyere, segíts! Össz. Töltödj, nagyon jó, töltödj. Jó, megoldottam. Ez mit csinál vajon? Akarunk oda menni? Úgy néz ki, hogy akarunk oda menni, srácok. De ahogy látom, nem csak oda akarunk menni, hanem ide is. Ez ilyen opcionális területnek tűnik, úgyhogy azért gondoltam, hogy menjünk ide. Igen, követnek ketten is. Here I go! Jézus, Phoenix. Szevasz. Na, ő nagyon elhitte. Azt hiszem lehet mondani, hogy ő elhitte. Zóna, itt a shield. Oké. Okay. Aha, és akkor itt van egy ládikó. Kipróbáltuk Whitey-kal a finals tegnap. Na és hogy tetszett, nekem nagyon adta. Nagyon adta a finális. Majdnem azt szerettem volna, hogy oda menjünk, de nem baj. Gyere csak. Hát igen, ez neked így fájni fog. És hogyha mondjuk csak így ide beleülünk. Most hol vagy? Hmm.
Szia, Kim. Nézzük meg, hogy mi van, ha tovább megyünk. Ó, a francban. Még akkor nem megyünk tovább, mert most látom, hogy itt van egy ilyen, ami nekünk kell. Egy öntöző. Ez a második templom, de voltam már a... Hát voltam már valami bárkán is. De oda úgy mentem föl, hogy nem volt NPC, aki velem lett volna. Mint így utólag kiderült. Szóval ott csak úgy voltam, de feleslegesen. De ez a második, amiben így belekezdtem. A sivatagos volt a... Aha, ez itt le fog csúszni. Szóval a sivatagos volt a... Az első, amit megcsináltam. Nem fog lefolyni, mert más a tervem. Na gyere! Akkor is megfoglak. Oké, akkor őt nem lehet így... Mozgatni nem baj, mert itt is simán át tudunk menni. Hoppá. Hát mindenféleképpen lesz megoldás. Na tessék. Ugyanott, hogy a sivatagos lesz a legnázabb? Haha, jó volt a sivatagos. Úgy mentem oda, hogy amúgy nem nagyon volt hílem, azt hiszem amúgy most sincs nagyon. Pedig direkt azután a sivatag után csináltam kajákat. Hogy mondom, akkor a következőre majd akkor most nagyon fel leszünk készülve. Hát nem. Ó, pedig ugye a sztori a madarashoz vissza a Rito Bridge felé, én azt csináltam elsőnek. Ja, nekem talán az volt az utolsó terület, ahova így elmentem és beszéltem az NPC-kkel. Volt jó, hogy széttörtem? Biztos lett volna itt valami megoldás. Amúgy biztos erre könnyebb lett volna, vagy nem tudom. Nem tudom, amúgy. Híles, staminás kaják mindig elfogynak és aztán elfelejtek főzni. Hát nekem most nem volt terve amúgy, hogy ilyen küldit csinálok. Az volt a terve, hogy shrine-okat keresek. Erre bementem egy barlangba, és ott volt két ilyen kis aranyos lény. És hát nem belekezdtem ebbe a küldibe. Hát igen, ez a game már csak ilyen, igen. Ő határozottan nem egy barátot.
Júj! Megbököttük, és azt hiszem most kiraboljuk a boltját. Szóval, mi onnan jöttünk, és innen egy csomó irányba visz minket a játék, legalábbis próbál minket irányítani a játék. Jó. Oké. Okay. Legyen mondjuk ez. Legyen először ez az irány. Lehet rakétát is rakni. Szerintem ide szükség lesz a rakétára. Amit, hogy itt. Gyertek csak rakéták. Ja, meg most nézem, ott egy láda is. Még 10 nyilvessző. Konkrétan rablunk. Úgy lehet, hogy egy rakéta is elég. De a kettő az mindig jobb. Na. Én úgy szeretném ezt a rakétát, hogy mondjuk így legyen rajta. Nagyon jó. Ez meg... jó. Ez nem jó, nem jó, nem jó, srácok. Még előrébb. Na, így már jó. Hát, nem szimmetrikus. Nem baj. Nem versenyre visszük az alkotásunkat. Lehet egyszerűbb lett volna meghalni. Most már mindegy. Az lehetett a gond, hogy nem volt szimmetrikus. Az az, amit megugrottunk. Oda kéne bejutni. Hát igazából próbáljuk meg megugrani, hát ha. Mi baj lehet, srácok? Tessék. Nem ide akartunk jönni, de ide jöttünk. Goro!
Jó. Most ami rossz, hogy nincs rakétánk, de talán nem is kell. Tudom már, hogy lesz. Most a rakéta olyan nehéz, hogy nem tudom megemelni miatt a csillét. Na, szóval... Amúgy akár több... ventilátort is lehetne rárakni, szóval hogy én ezt most így hirtelen így gondolom, hogy ez így lesz a tuti. Reméljük, hogy most nem esünk le. Na. Ott is van. Jó, te kivégezheted. Látjátok, ez ennyi volt. Oké. Most innen... Tudunk ilyet csinálni. És arra tudunk egy ilyet csinálni. Ja, csak el kell engedni. Gondolom én. Ja, amúgy nem is kell. Hát ennek nem tudom, mi volt az értelme. Lehet, hogy ezzel kéne összekötni amúgy, simán ez. Hogy arra próbál utána utalni a game. Szép öregecskacok, hali-hali. Reggeli menü mi volt? Bagett. Fog hagymás bagett. Azért fokhagymás baget volt és nem pirítós, mert mentem átvenni a decemberi Star Wars-os adventi kalendáriumot. Én
hogy azért volt ilyen luxus kaja. Üdvözlöd Andrét? Oké. Okay. Majd átadom neki. Az nem jó, ez nagyon feláll. Basszus, rosszat rángattam. Az a gond, most ezt rángatom, igazából teljesen fölöslegesen raktam rá. Nem tőle kérdezted, mit tettél? Nem. Megkérdeztem, arra válaszoltam csak. Gyere csak. Hoppá, rossz gomb. Szerintem te kell lesz, te hiányzol itt a képletből. Ezt hogy lehetne szerintetek jól kifeszíteni? Mi lehet itt a trükk? Jöhet valami hint, srácok. Nekem ez volt a tippem. Hogy így ezt megállítom az időt. Összeragasztom. Leállítom az időt. De ilyenkor szétesik. Lehet egyáltalán ilyet csinálni, amit én akarok? Vagy most nincsenek Zelda szakértők a cseten, mi? Pedig ez így tuti, hogy összeérne. Valószínűleg amúgy sem maradnának egyben.
Jó, hát akkor visszajövök ide majd később, srácok. Mert én most nem látom. Hogy aztán nem is lehet leszedni róla? De lelát, jól van. Nézzük, elég erősek vagyunk ehhez. Szervusz, Scott, szevasztok, srácok. Rosszul mértük, azt hiszem. Nagyon jó. Nézzük. Igen, ez gond. Kellene nekünk még egy ventilátor. Azt szerintem segítene a helyzeten. Nem, ugye az lehet a gond, hogy nem fordulnak annyira a csillék. De majd a két ventilátor megoldja. Azt hiszem, nem ez volt a megoldás. Hát, ha visszajönnek a csillék. Csillék. Nincs csille. Hát akkor nem érte meg a leugrás. Akkor bizony nem érte meg. Nem tudom, én most ezt nem látom, srácok, hogy hogyan kéne megoldani. Hogy azt összekössem. Aha, így lehetne visszamenni. Olyat tudunk csinálni, hogy itt följebb mászunk. Hát
Ja. Ja. Here I go! Végül is ez is egy megoldás. Just two left, Link. Let's keep it up, Goro. Goro! Lehetséges lenne szerintetek, hogy ezt a kockát azért hozták, mert ezt a kockát azért adták, hogy megoldjuk itt ezt a problémát? Ú, nem akartam hozzátenni. Hát olyat tudunk csinálni, hogy felemeljük, és alátoljuk. Imádom ezeket az agyalásokat, meg megoldásokat. Basszus. Én is. Én is, én is. De valamikor így nem látom azt. Jó lenne valami int. Jó. Na hát, ilyet tudunk csinálni. Végül is egybe van. Oké. Oké. Akkor most már elmondhatjuk, hogy akkor ez most így megvan. De a föntre jó lett volna menni, csak hát most ugye nincs mivel. De van shortcut, úgyhogy talán meg tudjuk menteni. Jaj, de nem tudunk felugrani. Szóval, mit fölmentünk volna, aha. Na majd ez. Na majd ez, srácok. Ja, mondjuk ide már nem is kéne. Viszont itt így csúnyán el fogunk esni. Nem baj.
Azt hiszem... Azt hiszem, van is ötletem. Szóval ezt valahogy úgy kell meghackelni. Ezt ugye így feltesszük ide. Kell ennek a kampók. Mondjuk... nem így. Jöhet igazából ez is. Balloon, what? Limemitter rocket balloon. Én úgy tudom, hogy az Zeldák főleg Nintendo eszközökre készültek. Virus Pro. De szép lányzsájon a Zeldának. Ha! De szonnan láttad, küldött neked képet, Máté? De látom, hogy Zeldát a lányom óvós csoportjában nem tűnt Nintendosnak, de az apukája biztos kocka. Az lenne durva, hogyha a Zelda srác lenne, ugye? Időt srácok, hali-hali. Szóval ott valahogy át kéne mennünk, és az ilyen problémákra eddig volt megoldásom. Általában az, hogy nagyon hosszú vasutat csináltunk. Ez a hőlég balon, ez... Ez viszont nem hagy nyugodni. Szóval én azt mondom nektek, hogy nézzük meg. Tehát, hogy biztos nem véletlen. Hát csak az a gond. Hát végül is nem gond, meg tudjuk így is csinálni. Tartok egy lányzsát. Hú, ez nagyon feldeig. Mi egy mi az? Mit tartok? Valamit tartok. Fákját, igen, azt kerestem. Igen. Szóval... Léci, ne ess szét. Léci, ne ess szét. Hup.
Ez a reggeli mantrám. Most ezeken nincsen. Hihetetlen. Melyikre raktam? Erre. Jó. Ventilátor. Amúgy ott volt. Ott volt a flame emitter. Hát bravo. Ott van. Hát úgy van, Konix, hogy nincsenek ékezetes parancsok, és akkor onnan könnyű megjegyezni, melyik a jó. Most komolyan. Most komolyan. Jó. Hát, hogy alig voltam el egy kicsit. Jó van, biztos ez átvisz minket, srácok. Ebben az egy területben több szín van, mint a Dark Souls trilógiában. Direkt. Hát most gondolj bele, hogy a Fortnite-ban mennyi szín van. Na ugye. Hát nem olyan, mint hogyha húznám. Havi összefogva, az már nincsen. Az a gond, hogy nem nagyon érdekelte az embereket az, hogy én itt most leírom, hogy mi volt egy adott hónapban. Akkor ez elvileg jó. Aha, igen. Ja? Nem is tudom, mit gondoltam. Ja, igen, a havi összefoglalom amúgy úgy volt, hogy a Twitch-en keresztül lehetett üzeneteket küldeni a szaboknak, és akkor ment a havi összefoglaló, és aztán a Twitch egyszer azt mondta, hogy most mi újra dolgozzuk ezt a rendszert, kivették a funkciót, és azóta nincs is ilyen. Öreg Twitch. Úgyhogy utána fogtam magam, és Discordon csináltam egy szobát, ahova ezek mentek. Utána már oda se. Erre nem volt rá érdeklődés. Na, szóval feljöttünk ide, ami azért jó, mert... Aha, biztos jó. Biztos nem lehetett volna ott kijönni. Nem sejti, nem tudja.
És úgy volt, hogy a havi összefoglalóknál volt nyereményjáték is. Ilyen nagyobb címek. Emlékeim szerint. Oda balra föl lehetne menni, ezzel pedig... Hogy micsoda? Volt nyereményjáték és nem érdekelte az embereket? A nyereményjáték valamennyi érdekelte, de az összefogló meg kevésbé. Úgyhogy azt a munkaórát, amit abba tettem, hogy legyen havi összefoglaló, azt inkább másba tettem utána. Na nézzük, ez most így hova visz minket. Ja. Amúgy itt valamit forgatnunk kellett volna, szerintem. Mert hogy ugye ide miért akarnék jönni? Hát végül is oda le tudok ugrani. De ahogy látom egyébként... Itt fölöttem is van valami megoldás. Egy zár. Jó. Biztos fölöttem van? Hát mindjárt kiderítjük. Igen. Az gond, ott azt rosszul fogtuk meg, úgyhogy mehet előről. De akkor meg már miért innen ugrok? Uh-huh. Ja, látom már miért onnan ugrok. Szervusz, Noriens. Oké. Basszus. Jó, hát akkor itt körbe megyünk. Itt próbáljuk meg ezt. Nem megy. Unorthodox megoldások. Kíváncsi vagyok, hogy itt mit fogok találni. Szerintem semmit, nem is ide kell jönni. Ennek semmi értelme nem volt. Amit most itt műveltem. Szép megfogalmazás a gányolásra. Mi az unorthodox? Na gyere! What? Ez eddig is ott volt?
Wow! Oké. Okay. Nem téged akarlak. Goro! Lett itt locsoló. Hát igazából locsolhatunk. Ennyi elég lesz vajon? Jó. Szerintem ilyen hosszúságú elég lesz. Megfogjuk itt a végét. Kitartással lesz szembe lehet kapni a pályadizájnt. Én nagyon kitartó vagyok. Nagyon jó, gyere. Kong. És már csak egy van. Only one left. Almost done, Gordon. Na. És mit tanultunk? Azt, hogy ez már tovább. De ne ilyen kicsiket csinálj már. Szóval... Oda át ke... Na várjál. Ez elég hosszú szerintetek? Két FPS gaming bekapcsolt. Szerintem nem elég hosszú. Várjál, valaki azt mondta, hogy... Vü. Ha mozgatod, hosszú lesz. Életben bárhol hasznosítható örök igazság. A bankszámlánál is működik? Honor. Ha túl hosszú, vajon elterik? Hoppá. Most komolyan vele kell küzdeni? Tessék. Látjátok, ez kellett nektek, hogy tönkretegyem a spíremet. Na. Na gyere. Ki kell, hogy próbáljalak. Nem jó.
Most? Jó, most jól lesz. Wow! Ah, és akkor itt van a lyuk. Gyanús nekem itt a dolog. Srácok. Ja. Ja. Mi? Ja, hogy ez alattam volt? Úristen. Hát ha valamiről erről akkor nem beszélünk, srácok. Egy Reaper? Ilyet a Reaper. Ez volt az első, amit meg akartam csinálni, de valójában az utolsó lett. Nem. Van ilyenünk. Viszont... itt vannak ugye alapok. Kéne szortolni attack power szerint. Egy ilyet leteszünk. És ha már vannak itt menő... tessék, ilyen longswordot például tudnék csinálni. Akkor csináljunk meg ilyet. Jó. Ja, és akkor mehet. Ez az utolsó. Ja. Oké, igen. Ez így jó. Kinyílt minden zár, most már jó lesz. Úristen, kinyílt. És széjjel kell csapni. Széjjel kell azt ott csapni, srácok. De hát ez biztos... biztos nem olyan lesz, hogy így oda megyek, és akkor építsek valamit. Házhoz megyünk a pofonért, gyakorlatilag, igen. Szia! Ha mondjuk azt mondom, hogy menj arra. Oké. Where's Zelda? Hol is van Zeldás? That's Túlú. Túlú, itt van Túlú. Úristen, Zelda benne van a szörnyesben. Vagy Sauron. Gohma. Marbled Gohma. Link! We've got a saber, Goro!
Ez jó feladatnak tűnik. Fontosnak tűnik. Úristen, mostan van itt az esély. Oh no, Link! Oh no! Defense up! Majd watch out, Poro! Ez rossz gomb. Sauron nem szereti, hogyha ütik a golyóját. Speed up, you had. És olyan Phase 2 srácok. Majd Phase 3. Itt is már most lemegy az alvilágba, és még egyszer elcsépeni. Hát most nincs hozzá kedvem. Oh wait, megint az alvilágba vagyunk. Hát ilyen hosszú, most már tényleg ilyen hosszú lesz. Látok, elkapom. Akkor nem. Esetleg össze lehetne gyűjteni ezeket a szakaszokat egy könyvbe, és akkor ez lehetne a Facebook.
igazából nem potit csinál, hanem shrine-t és bosszokat. A potionok azok csak úgy ott vannak, azokat úgy adják mások. Úristen, egy fél croissant. Hallottam már ezt a hangot. Are you the one who's been talking to us this whole time, Goro? Egy ős. Yes, I am your ancestor from a time. Ő egy felmenője egy régi időből. I served the first king. Az első király szolgáltam. And as a sage who like you could command fire. Ő is tudta irányítani a tüzet. Impressive. You are my descendant. És a testét használta, mint fegyver. Na, elképesztő. A démon király idézte meg. Azért küldte ezt a szörnyet, hogy ne tudd ezt megszerezni. A titkos kavicsot. Secret Stone? Demon King? Szóval most hallasz a démon királyról és a titkos kavicsról először. A bebörtönzési háború. Most mesél a bebörtönzési háborúról és a népének kötelességéről. In the kingdom of Hyrule's earliest days. A great evil, the Demon King, sought to conquer the kingdom and kill everyone who resisted his rule. Rauru, the first king of Hyrule, rose up to oppose him, along with me and five other warriors. And to fight the Demon King, Rauru trusted his secret stone. Incredible artifacts that Rauru adta a kavicsokat a harcosainak. I stood beside my fellow sages as the sage of fire, stronger than ever. A tűz szagája. However, we were no match for the Demon King. Even my strongest blows weren't enough to break him. Olyan, mint hogyha a démon királynak is lenne ilyen secret stone-ja. In one last brave act, our leader sacrificed himself to imprison that monster. That was the imprisoning war. And then sometime later, the Sage of Time, one of the six sages, came to me. Her visit would set akkor hat szaga volt, jól értettem. És Zeldánál van az idő. The magic restraining the Demon King will be undone. He will return. Vissza fog térni a démon király. When that time comes, a noble swordsman named Link will oppose him. Egy nemes harcos ember, Link, szüksége lesz a segítségedre. Abban a pillanatban a gorgonos emberek kötelessége felfedődött. When the Demon King returns, the Sage of Fire will awaken again. The Goron sage and the Goron people will fight alongside your swordsmen. A Goron nép velünk együtt fog harcolni. And that's what you need to know about the imprisoning war and of our people's duty. You saved Goron City, but the Demon King is still out there. Yunobo, Little Rock.
Take out my secret stone. Vedd el a titkos kavicsom. To the sage of time long ago. Fight alongside the swordsman. Link. És most az Infinity Gauntletbe. So it's my duty. Megkapjuk a tüzet is. And he wants me to inherit this? Really? I don't know if I'm nearly as great as my ancestor was. But then, if I don't help out, I'd be letting everyone else down. There's no way I'll let that happen. I can do this. Azt mondta, hogy ő nem olyan nagyszerű, mint a felmenője, de hogyha nem segít, akkor meg hagyja az embereket, hogy a földre kerüljenek. I am the Sage of Fire. I've got an awesome new power, Goro. Na most már ő is megduplázta magát. Link, hold out your fist. You can count on the Sage of Fire. I'll fight by your side till the very end. A végsőkig fog velünk küzdeni. And take this. It's proof I stand with you. Úristen, átmegy a kezén valami. Mondom, bővült az Infinity Gauntlet. With that ring, you'll be able to call on my power anytime, Goro. I promise, I'll be strong enough to fight beside you, no matter what happens. Okay, let's head back. Igen, megkérte a kezem. Átadta a hűt, most már a fűtésszemlet nekünk kell állni. Én majd csak az alvilág erejét fogom erre használni. Ott úgyis sok a meleg, mármint hogy ott a forróság hatalmas. Nem. Vége a 4-20-nak. Úristen, megcsinálták, hát ők nagyszerűek. Megoldották. Megkérem a keresztapát, igen. Marlont. El se hiszi. Ne legyél dühös prezident Junobóra. Sergio. Hát én vagyok az, aki ezt a katyvaszt okoztam. Ha egy kicsit óvatosabb lettem volna. De te vagy a hős.
amúgy igen. Tehát, hogy gyakorlatilag azt mondják itt az arcok, hogy lehet, hogy kárhozatra ítélted a városunkat, meg az embereket egy kicsit meghipnotizáltad, de valójában te vagy a hősünk, mert visszaállítottad a normális életet. Tehát tönkre kell tenni, hogy utána azt mondtasd, hogy ja, amúgy tönkretettem, de most már minden jó. Hát, köszi. Oh. És neked is köszi, Link, aki nem Zelda. Hát, nem tudom, mi lett volna, hogyha a maszk nem törik ketté. Bele sem merek gondolni. Nem találtuk meg Zeldást. Úgy gondolod, a prezidens, hogy Zelda egyik lehet a rossz arcoknak? Hogy érted ezt? Úgy néz ki, hogy az a szaga, az idő szagája, akiről beszéltek, ő valójában Zelda hercegnő. A valódi. De hát az őse az nagyon régen élt. Szóval ez most nagyon fura. Szóval, hogyha ez igaz, ez azt jelenti, hogy mi az igazi Zeldát követtük. De és a szörny az nem valójában a Zelda volt, hanem a Zelda, akit követtünk, az a múltba volt. Nagyon össze van zavarodva. Igazi vagy kamu Zelda, meg kell keressük. És meg kell kérdezzük. Vow of Yunobo, Sage of Fire. Na hát egy újabb main questet csináltunk meg, srácok. Ez most nekünk nagyon jó. Tulin of Rito Village. Jó. Én azt mondom nektek, mehet akkor végre most már a... Hogy hívják? Sajnozás. De biztos nem akarok most oda menni. Túl gyorsan haladunk, srácok. Nagyon, nagyon gyorsan végezni fogunk így a Zeldával. Na tessék, most már ketten vagyunk. Kis naivi azt hitte, végre Biken hagyja a játék, és lehet shine-ozni, aztán nézze se veszély, és bum, megint main quest. Ja, hát ez simán lehet. Az simán lehet.
Júj, biztos, hogy nem. Off topic, döntöttem és megveszem a Mario Wonders-t. Van egy haverom, aki át fog jönni majd a hétvégén, és együtt toljuk majd kóba. Nice! Az biztos király lesz úgy. Gyerépa. Na várjál. Tehát a 100 híres hegy, tehát a 100 híres hegy, a 100 híres Hyrule-i hegy. Az első a Death Mountain Summit. Jó. Én is megveszem a gyerekeknek. A panka, köszi szépen a 15 hónapost. Köszi szépen a támogatásodat. Mi? Gerépát olvastam és Géles, te írtad? Ó. Oh. Bocs, ne haragudj, csak mert Gerépa agonizált, hogy most akkor a pókember után mit is kéne játszani. És hogy mehetne az áldás, aztán azt hittem, hogy végül meggondolta magát. Bocsi. Köszi szépen a szvegpergetést közben Pankának. Ez a 9-es márkár. Ez biztos fontos lesz. Hát ez így végül is nem fog eldölni. Nagyon, gondolom én. Próbálj csak meg, haver. Látod? Tök fullos. Nagyon kitámasztott. És amúgy tényleg. Ha stabilitásról van szó, csak szóljátok, srácok. Húsz rúpiám. Igen, éhes vagyok. Nagyon jó. A prémium kollekciójából még bombás növényt is kaptunk. Momosik Shrine. Be kell menni a bányába. És mennyire jó már, hogy van egy ilyen segítőnk, aki ingyen és bérmentve robbantgat.
Csak a kényelem, srácok, csak a kényelem. Ott volt egy fireproof lizard. Ne. Nem akarom. Ezt nem akarom, srácok. Nohohohoho. Édes Istenem. Na most az van. Kell építeni egy ilyet. Jó, hát nem ilyet. Tehát, hogy majdnem ilyet. Én még nem csináltam meg ezt a main questet, nagyon sok erőforrást tesznek ezek a falak. Ja. Ja. Úgyhogy ez nagyon jól jön. Hát ugye a legnagyobb könnyítés, amit én eddig tapasztaltam, az az, hogyha olyan íjat fogsz, ami ugye egyszerre többet is lő, most nálam pont nincs olyan, de hogy ha találsz olyat, ami többet is lő, akkor ugye ott egy bombát például el tudsz használni. És akkor egy bomba, három robbanás, vagy kettő. Amúgy ezt megállíthattam volna. Igen, mivel barlang, ezért béka. Bréka. Bubulációs gemek a 31. Köszi, hogy megvártál. Szia. Az komoly. Hát ez itt most több mint valószínű, hogy halál lesz, srácok. Jújjúj! Van egyetlen egy kajánk. Ez jó volt.
Jó. Hát ezt nem hiszem el. Ezt nem hiszem el, srácok. Na végre. Elsőre igen. Köszi. Köszi szépen, srácok. Jaj. És utána még a csuklás is rám jött. Rájött, hogy mégse akar minket leköpni. És ő? Ő azért még megpróbál minket leköpni. Nézzétek, mekkora lesz. Varázslunk. A 90. shrine jön, hogyha minden igaz. És akkor ez valószínűleg egy könnyű shrine lesz. Így, hogy már úgymond feladat volt velem. Hatalmas batéria. Látjátok, nem is kell kaja. Shrine-nal töltünk HP-t. Itt látok amúgy valami érdekességet.
ott. Úgyhogy ezt megnézzük. Jófele megyek? Ja. Ja. Ott úgy lehet harcolni. Hát, oké, akkor igazából ennyi. Ennyi, amit itt akartam nézni. Bár itt tudja, hogy elrejtettek egy korok szídet. Ja, haladunk Nightingale, igen. Két szagának az áldása már meg is van. Megvan az összes Light Root. Meg a Shine-ok több mint fele. Úgyhogy ja. Pereg neki, rendesen. Hát most oda kéne menjünk, mondjuk. De még mindig egy csomó mindent nem tudok a gémről. Laikusok számára a fejlődés talán abban látszódik meg igazán, hogy mekkora a HP csíkom. De még mindig nem elég nagy. Laikusok azt látják, hogy nem esel le a szikláról, mert elfogy a stamina. Igen, most már igen, az is fel van fejlesztve egy kicsit. De csak kicsit. Nem visszük túlzásba. Elvileg ott is lesz egy shrine. Na gyere, köpködj! Vagy kidugta. Azt mondja, nem is kell erre semmi. Előjük, oda megyünk, megcsapkodjuk. Mondjuk akár ezzel is. A loot, basszus! Jézusom! Ők még sose kaptak el eddig. Hát.
De most azt hiszem meghalunk. Wow. Hát, ha lenne még ilyen, az... mondjuk. Te kell lesz nekem. Hát ezek elmennek most. Ez érdekes volt. Ilyen fagyasztós lény vagy. Mekkora hát repült. Hát egy gizsnyúzi. Azt hiszem almából van egy csomó, bár már lehet, hogy elhasználtuk azokat. Ja, van. Nézzétek, hogy tömi. Kell egy kis HP, hogy ne halljunk meg. Ne használjunk Ferit. Hello? Vajon bányászni tudunk vele? Nagyon jó. Hát ez nagyon jó. Még bányászni is lehet vele. Fő nyeremény. Fő nyeremény ez a társ, srácok. Valamelyik irányba a helyes út van, és valamelyik irányba a shrine van. Mármint shrine. Szóval valamelyik irányba a shrine van, valamelyik irányba pedig a barlangi béka. BB. Lassan, de biztosan haladunk. Amúgy akár a csajjal is lehetne robbantani.
ezt a tágítsuk ki. Vagy inkább előtte itt robbantsunk. Én kézzel szedtem ki, fogalmazunk úgy, hogy nem stream content. Hoppá! Hoppácska! Na gyere! Köpjed a tüzet! Bakker! Hát persze, persze. Szóval itt tudunk vizet csinálni, ahhoz, hogy elmenjünk valahova. Rusty Shield. Na. Szóval valahol az ott van a túloldalon, valószínűleg. Már látom, mit kell csinálni. És mivel ez a helyes út, ezért pont, hogy nem erre megyünk. És ahogy látom, még. Ez jó. Azzal az irányjal, ami itt most balra van, azzal visszafele mennék. De nem baj. Szeretném megnézni, csak hogy azt tudjam nektek mondani, hogy ez bizony így van, ahogy én azt mondtam vala. Hát akkor arra lesz a Brackencs, a barlangi Brackencs. Attól, hogy vannak megérzéseim, nem biztos, hogy még igazak. Jó. Úgy néz ki, hogy jól gondoltam, amit gondoltam, megértem. Viszont a barlangi Brackencs az itt van. Nem rád gondoltam. És nem barlangi Brackencs van itt. De, itt van a barlangi Brackencs. Szia! Srácok, beleugrottam a lávába. Hú, azt hittem bele kell ugrani érte a lávába. Nem, tűzállónak nem vagyok tűzálló. Viszont az elviselhetetlen hűséget azt bírom.
De sajnos tűzállónak nem vagyunk tűzállók. Azt hiszem, legalábbis. De lehet, hogy félreértettem a dolgot. Na mondom, mi a tax, skacok. Mivel ez megszámlálható item, ezért... Ja nem, azért nem azért gondoltam, azt akartam mondani, lehet, hogy hülyeséget mondtam, hogy mivel a tűzbe esett belem, a lábába esett be, ezért nagy valószínűséggel utána kell mennem, és akkor ha utána megyek, akkor az nekem fájni fog. Na. Ja, hogy a drop a tűzálló, já, értem. Srácok. Ez lesz az. Mivel mi most átmegyünk. Azt hiszem, amúgy nem ilyet akartam építeni. Tehát, hogyha mondjuk ezt például oldalra rakom, akkor lett volna egy visszautam. Például. Mosapin Shrine. Szevasz, Laca! Azt mondja, most lesz egy beam. Ide kell hozni. És ha ide hozom, akkor jó lesz. Kész. Bizony, bizony pereg a nagy, nagy zeldázási. Muszáj, haladnunk kell. Ha már főküldetést kaptunk legutóbb. Ez a mai stream második shrine-je, illetve a 91. shrine-unk. Mivel ennél is volt feladat előtte, ezért ez is csak egy ilyen egyszerű shrine. HP töltés már meg is van.
Ott van kettő is. Ide is föl lehetne jönni. Ugye azt is néztük. De például ott is van. Vagy például ott is van. Ott is van egy csomó. Itt is van fönt kettő. Jó, hát akkor mondjuk ide jövünk. Ha minden igaz, akkor itt nem ütközhetünk bele főküldetésbe. Nem is bízom benne. Na. Szóval világos kék. Ó, itt egy kicsit meleg van. Erre nekem az volt a megoldás, hogy átvettem egy másik fegyvert. De most olyan fegyverünk nincsen. Igen, most olyan fegyverünk nincsen, úgyhogy gyorsan kell csinálni. Nem tudom, itt van Zafír. Ja, de árnyékba is kerültem? Nem tudom végül miért ment le, de nem baj, jó az így. Na itt vagy a... Ó! Épp azt akartam kérdezni, hogy vajon a vízesés? Mögé kell menni? Vagy hova? De úgy néz ki, hogy itt van egy... Van egy barlang. Táfej, heal, cave. Hát ez a hely nekem nagyon gyanús. Az ott az nagyon gyanús. Hát nézzük meg! Szia, te biztos nem ellenség vagy. Hanem csak egy kavics. Igen. Hát akkor szevasz. Biztos nem harcolunk. Igen, most sokkal érdekesebb dolgok vannak. A to-do listán. Bubulgemünk meg lett. Nagyszerű, hogy Zafírt is kaptunk. Szia!
rossz lehet úgy, hogy nem tudsz belemenni a vízbe. Figyelj, mányáztál nekem? Azt még nyomhatnád. Szegény, nincs keze. Az nem jó. Na. Most vagy? Ó, ez itt mi? Yiga Blade Master. Tehát ameddig nem vagyok zsiga, addig ide nem engednek be. De hogyha én félig zsiga leszek, akkor lehet, hogy beengednek minket. Félig tudok zsiga lenni. Látod? Hopp. Nem. Úgy néz ki, hogy teljesen zsigának kell lennünk. Hiába van rajtunk disguise. Ez még kevés. Oké, akkor ide is teszünk egy ilyet. De hogy ezt hogy jelöljük, tessék így mondjuk. Van nekünk egy képünk, amit még legutóbb mentettem el, mármint még jó pár streammel ezelőtt. Az arról szól, hogy ott vannak ruhák, amik zsiga ruhák. És most azt meg akarom nézni, hogy azok a helyek, azok hol is lehetnek, mert azt hiszem egyre neki mentem, majd egynek neki mentem, de hát ott nem lettem okosabb. Igen, itt közben lefotóztam egy olyat is, amikor a vizes problémát kellett megoldani. Ocean Desert Cobra Dove. Az meg AC Mirage volt. Ez meg Kod volt. Ez meg Baldur's Gate. Itt meg mondják, hogy merre kéne mennünk. Zeldások. Azt is mondják az AC Mirázsosok, hogy no spoiler, please. Mindjárt oda megyek, mert mindjárt oda találok, legalábbis remélhetőleg. Na, megtaláltam azt a képet, hogyha amúgy érdekel, hogy amúgy titeket, hogy ez micsoda. Mindjárt tudom is mutatni. Ez itt a 9. hó 6-ai kép. Na ez lesz az. Hasznos feature rovatunkba egy olyan screenshot app, ami a stream kategória alapján csoportosítja a képet. Amúgy lehetett volna in-game is fotózni, és akkor az is amúgy hasznos lenne. Tehát ha már van egy ilyen in-game feature, akkor azt is lehetne használni. De nem használtam. Na.
Viszont a te megoldásod szerintem jó, mert játékfüggetlenek a feljegyzések. Ja, hát hogyha karban tartom, akkor igen, most például törölgettem ki képeket, hogy itt ne legyenek olyanok, amik már nem kellenek. Na itt van egyébként, ez az. Ezekre a helyekre kellene elmenni. És akkor zsiga lehetnék. Volt-e köztetek olyan, aki elment ezekre a helyekre, vagy legalábbis volt már valamelyiken? Mert most akkor lehet, hogy ezt kéne amúgy megcsinálnunk. Te már voltál? Uh-huh. Basszus, és észre sem vettem, hogy itt van a pohár. Megvan a full set. Uh-huh. Akkor... akkor lehetne ezt csinálni. Na, szóval... ugye ott van a kastély. Ott ugye az körbe megy. Körbe megy, az a víz. És nagy valószínűséggel ez az a hely, amit mutatnak ott. De lehet, hogy itt még lejjebb valamit. De nagy valószínűséggel az egyik jel, az ez. Neked is megvan, Nightinger? Oké. Okay. Aztán van itt... van itt még egy hely. Nagy valószínűséggel... mutat egy hidat is. Itt egy híd, és a híd előtt van ez a hely. Tehát valahol itt van. Valahol itt van. Sőt, nagy valószínűséggel itt van ezen a helyen az a, zsig, ez a, az a zsigahely. A másik pedig... az pedig én ide jelöltem, ehhez a zöldhöz. De ott nem találtam semmit. Úgyhogy most az lesz a terv, srácok, hogy elmegyünk a zöldhöz. És azt megpróbáljuk felderíteni. És ahhoz jöhetnek majd hintek, de egyelőre még nem. És legalább azt a zöld jelölést is most már onnan el tudjuk venni. Nem jó. Nem jó a jelölés. Azért most látom, hogy miért nem jó. Mert én a zöld jelölést odaraktam, de a megoldás nem ott van. Szóval az ott a Great Hyrule Forest, az ott, ott a víz körülötte, tehát nem is a víznél lesz a megoldás, és ott az a kis nyelv, a nyelv és a Great Hyrule Forest között van valahol, és ezért a zöld jelölés az nem jó helyen van. Mert hogy én azt hittem, hogy oda kell menni, de hát rohadtul nem. Szóval ez valahol ott lesz.
Na nézzük. Nem is értem, miért oda raktam. Miért gondoltam, hogy az jó lehet? Ez egy helyes és bölcs meglátás. Nem tudom, hát így, nem tudom, egy 10-20 percet legalább eltöltöttem azon a zöld placon, hogy most akkor ott lesz a tuti. Aztán amúgy nem is oda kell menni. Butus voltam. Rosszul értelmeztem a térképet. Földrajzórán lennénk. Nem lenne boldog a tanár. Szia. Szóval, valahol itt vannak a zsigások. Én a térképet csak azután találtam meg, miután már meg volt a ruha, komolyan. Nem kellenek neked ilyen térképek, az a helyzet, Máté. Na de jó. Ő biztos nem ellenség. Szia. Most már emlékszik mindenre. Nézd meg, ellöki. Oksa, szólni fogok, hogyha nagyon nem megy a dolog. Legutóbb, amikor azt mondtátok, hogy ha nem látom az egészet, akkor érdemes olyat csinálnunk, hogy kifutunk a szélére, és megnézzük, van-e lyuk az oldalba. Lehet, hogy nem lesz, de... Ajaj, hát ezek nem barátok. Ezek bizony nem barátok. De elég kemények a fegyvereink, úgyhogy... szerintem jó lesz. Az igen, miért rávágott.
Ha lehet hinni a térképnek, a pontossága alapján akkor talán még egy kicsit éjszakabbra kéne mennünk. Őt pedig bejelöljük. Azt mondja, hogy ő egy levél lesz. Jó, én először is... hoppá! Nem, még meg vagyok, még bírom, srácok. Még bírom. Visszamennyi. Na, ez micsoda? Fény. Kedvenc camp clearem, amikor egy ütés után hagyom a szellemeket takarítani. Szóval, arra gondoltam, átjövünk ide, és hát ha meglátunk a hegy oldalában valamit, ami segíthet nekünk. Szerintem nem fogunk látni semmit, de legalább körbenézünk. Ez is legalább támpont. Mi ott pont villámos van? Jó, hát most ezt megnéztük. Megnéztük, hogy nem erre kell mennem. Szevasz, Mog, szevasztok, srácok. Jó. Viszont akkor már innen jövünk. Zavar, hogy nem szedtem fel a hullócsillagot? Nem érdemlik meg a hullócsillagok, hogy felszedjem őket.
Micsoda húsütési taktika? Tankoltam. Nézzek, öli a kecskéket. Ilyen nagyon különleges vagy. Várjál. Ha te ilyen nagyon különleges vagy, csináltok rólad egy fotót. Szia. Ez nem jó. Hallod? Silver Boko Goblin. Hát nem találkoztunk még ilyennel. Na. Egy nagyon-nagyon light tip jöhet. És hát, hogy így a lehető legminimálisabb info. Hogy hova kéne mennünk? Vagy hogy merre kéne elinduljak egyáltalán? Ezen a területen van a megoldás. Aha, ez végül is jó. Ez jó. Mondhatsz-e irányt? Aha, mondhatsz. Dél. Jó. Ne hidd el, amit a chat mond, mert már egy óra. Tudom. Lassan megy majd a, hogy hívják, Starfieldezés. Ezek voltak azok, amiket így láttam. Nem gondoltam, hogy ezzel lesz kapcsolatban. Oh.
Köszi. Meg köszi Elpet. Először rajtuk kell átjutni. Ho-ho-ho-ho-ho-ha-ha. Azt mondták, ho-ho-ho-ho-ho-ha-ha. Jézus. Jézus. Jó, hogy működik a fagyasztó. Úgy néz ki, Feri nem volt velünk. Szóval, hogy ő kemény. Ő egy kemény legény. Na. Ez komoly. Na, a kis kölköt azt nagyon csapjuk gyorsan. Amúgy mehetne az is. Az komoly. Jó, most mehet a villámos. Mehet a fagyasztós. Most jöhet az 52-es. Jó, a 45-ös is. Kész. Barlang, szóval bubulgám. Hát... Tessék. Nagyon gyanús nekem, hogy ez itt el van barikádolva. Mondjuk, gyere csak! Jó, és akkor még egyszer. Eddig spóroltam. Robbantgatással meg a töréssel, most már nem kell. Elolvassuk a zsigák mi az naplóját. Five Chamber. A titkos szoba rejti a uniformjukat. Mmm.
követni kell a békák tekintetjét. A békák biztos oda tekintenek. Igaz? Ugye békák? Nem, a békák nem ide tekintettek, srácok. Amúgy az lehet, hogy nem is béka volt. Rank up! Hold the line! This hamlet shall not fall! Ádám, köszi szépen a raidet. Sziasztok, sziasztok, mióta csináltatok? Hát a Five Chamberből áll, és a békát kell követni. Na. Nekem ez így gyanús, srácok. Ó, a pókemberes kettő, nice! Az egy nagyon klassz game. Az egy nagyon klassz game. Nekem még kell belőle egy stream, hogy befejezzem. Mármint úgy, hogy a platinát, a platinázást. Itt is itt van amúgy a térkép. Minden szuper, köszi a kérdést. Remélem, hogy nálatok is, srácok. Alapvető számolási képességgel. Itt vannak a divízióik. Training Division. Earthquake Technic. Most jársz a Lords of the Fallen felénél? Az is nagyon jó game. Aliza. Nála van a nadrág. Azt mondja, nagyon különös, a hősnek legendás kardot kellett volna hordania. Ami a hátamon van fegyver, az nem tűnik legendásnak. Úgyhogy ez a hős valószínűleg csak egy tündérmese. Amióta elrabolták, azóta csinálja a rucikat a zsigásoknak. Ha a teljes szetet hordom, azt hiszik majd, hogy egy vagyok közülük. Na, srácok, közben zsigásodjunk. Zsiganaci, Zsiga Armor, és akkor még ami nekünk kell, az a Zsiga... Zsiga sapka. És akkor ezek szerint a Zsiga sapkához valahova... Valahova... Mit is néz? Valahova ide kell menni. Igen, mutatom nektek, hogy mi alapján gondolom, hogy oda kéne menni. Itt van a kép még két hónappal ezelőttről, amikor elérkeztünk oda. Itt találtuk meg ugye a felsőt, és most voltunk ott, most megyünk ide, és majd oda akarunk a végén menni. Úgyhogy megnézzük, hogy ezzel tudunk-e valamit még így most gyorsan kezdeni. Lehet, hogy nem. De azért megnézzük. Igen.
Screenshot módba balett a stream, köszi. Valójában... Direkt. Köszi szépen, Connor. Spider-Man első részével játszol? Én élveztem azt is, a Miles Morales-t is, meg a kettő is nagyon adja. Üdvüld mindenkinek, srácok, Ali. Könnyen lehet. Hogy ide kell jöjjünk. Ide. Link vagy. Szóval azt hitte, hogy mi fogjuk őket megambusolni, de valójában ők ambusoltak meg engem. Ez történt. Jó, azt hittem megüti a társam. Mert jöhet a villám. Ja, most én jövök. Majd idővel a többi is jön. A kettő csak, ha lesz PS5-öm. Hát most ezt PS4-en nyomod az első részt? Let me go. Nagyon gyorsan dolgozik. Csak még kell egy kis idő neki. Várj, te nem is egy vagy közülük. Bizony, most már kijuthatsz. Peter nagyon jó munkás. Úgyhogy biztos azért rabolták el. Olyan, mint hogyha... Amúgy én már nem is emlékszem, de ő kicsit emlékeztet arra a tagra, akire lehet szavazni. Van egy ilyen gombás sóka, meg van valami régi vezetője a falunak, és ő, mint hogyha az övé lenne, mint hogyha róla lenne szó. Mindjárt megnézem amúgy a küldiket. Nekünk adta a zsiga maszkot. Határozottan nem az ő stílusa. Ja, hogy ő a CC. Ó, okés. Nobo. Jaja, világos, hogy a CC az, akire szavazni lehet, oksa. Ezt az őrfék technikát csak a hideout körül lehet megtanulni. Szerintem ez egy kép Linkről.
Én úgy látom, hogy pont most spawnolnak ide mellénk. Ja, jó, nem. Úgy néz ki, hogy nem. Na, szóval akkor ez is megvan. Most mehetünk vissza. És most már Zsiga vagyok. Tehát, hogy hivatalosan is Zsigmond vagyok. El se hiszem, hogy megoldjuk ezt a problémát itt. Így van, csak a shrine miatt. Azt tudom, hogy mit lehet megszerezni a zsigáktól, nem. De már zsiga főnökökkel harcoltunk a mélységben. Zsiga Blade Mester. Zsiga Blade Mester Station. Szia. Úgy néz ki, hogy én Blade Mesterre akarok válni, szerintem. Beleadunk mindent. A Gerudo kanyonban van 5 békás szobor, amin vannak zsigaklán jelek. Hát nekem Hori kontrollerem van, egy wireless Hori pedem van. Én ezt használom. Hát ugye van vezetékes Hori kontrollerem is, amin plusz gombok is vannak. Tehát ugye a hátulján van még 4 gomb. Az a szívás azzal is és ezzel is, hogy ez nem rezeg. De amúgy azt leszámítva, jól bírja, meg minden, jó fogni, csak azt sajnálom, hogy nem rezeg a kontroller. De amúgy meg vagyok vele elégedve. Tehát a banánost kell felajánlani a béka szobroknak, és akkor úgy lesz meg ez a teszt. Tehát Blade Master lehetek, hogyha végzek ezzel. És még ad is banánt. Egyelőre nem tud többet adni. De hogyha igazán Blade Master akarok lenni, akkor találok magam. Kezdődjön a teszt. Tehát a zsiga klánosok vizsgája. Ezt tudjuk most letenni, és úgy néz ki, hogy a... Aha. Úgy néz ki, hogy itt van még egy ajtó, amin tovább kell mennünk. Oké. Na, srácok. Azt hiszem, innen folytatjuk majd legközelebb. Nagyon tetszik, és nagyon örülök annak, hogy megcsináltuk a korokok elköltését, hogy lehet egy csomó fegyverem most már. Hát a shieldeket annyira nem használjuk, de lehet, hogy azokat is kéne egyébként.
és hát ilyeket se használjuk, de annak nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy hogy a fegyverből most már van egy csomó, illetve most, hogy így összeszedtük a zsigaszetet és zsigának nézünk ki, bele tudunk kezdeni ebbe a küldetésbe is. Valamint most be is fejeztük azt, hogy itt van mellettünk a robbantós haver. Valahol egyébként itt van mellettünk. Elbújt. Szégyellős. Itt van. Ő is nagyon hasznos. Tök jó, hogy most már ketten vannak. Két erőt tudok így használni. Nagy valószínűséggel oda kellene még elmennünk. Amit így mutat a küldetés, meg ide. Az Zora Domainbe. És ott is vannak templomok. Úgyhogy, hát lesz még teendő, srácok. De alapvetően, amit én akarok csinálni, hogy a shrine-okat mind megszerezzük. Tehát vannak a light route-ok, és a light route-okhoz tartozó shrine-okat, azokat nagyon-nagyon-nagyon jó lenne begyűjteni. Hát ez most egyelőre folyamatban van, srácok. Folyamatban van a shrine begyűjtés, illetve ha már itt voltunk, akkor ezt a zsigás küldetést, vagy küldetés sorozatot is megcsináljuk. Meg igen, azt jól látjátok, itt ilyen jelölések is vannak a térképen. Miskó kincsei. Igen. Hát úgy néz ki, srácok, hogy az biztos, hogy még jó pár órát bele kell tenni ebbe a játékba. De egy biztos, én ezt a gémet nem akarom 100%-olni. Nem úgy, mint egy Pókember 2-t, mert akkor tényleg jövő év végéig is ezzel játszunk. De azért látjátok, hogy próbálok azért, amennyire lehet bizonyos dolgokban alapos lenni. Úgyhogy köszi szépen a figyelmet, remélem srácok, hogy élveztétek a mai, az e-heti kis zeldás mennyiséget is. Várom már a következő Zelda streamet.